Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem 1956 emblematikus alakja, a Magyar Érdemrend nagy keresztjével, Szent István díjjal és az Emberi Méltóság díjával kitüntetett Wittner Mária, aki Svájctól Gyimes felsőokig számtalan helyen beszélt már emlékeiről. Én nem szoktam magamról beszélni, róluk, a társakról, a kivégzettekről, a Tóth Ilonáról, Brusznyai, ők már nem beszélhetnek. Nem szeretném, hogyha a jövő számára lennének ők a nagy névtelenek. Most, hogy Svájcba jártam, nagyon sokszor eszembe jutott a Kati, innen jött haza. Avrila Bidáné, Stikker Katalin, mellőlem vitték, kivégezték. Amikor a Katit elvitték, néha olyan idegállapotban van az ember, hogy szóval mikor nekiesik az ember az ajtónak, és elkezdi verni, hogy ne vigyék el, hozzák vissza, aztán összecsuklok, mint a rongyi. Aztán bejöttek, és hogy toltak el az ajtótól, hogy be tudjanak jönni, fene tudja. De akkor, amikor eszméletre tértem, akkor megesküdtem, hogyha valaha az életbe módom lesz rá, én nem hallgatok. Azt a sok búcsút, akik bemondták a nevüket, amikor vitték a társainkat kivégezni, akasztani. Íratlan szabály volt, hogy mindenki bemondta a nevét, és hát hagyott üzenetet. Volt, aki a himnuszt énekelte, volt, aki Isten veletek, éljen a haza. Igazán ez egy halálba menő embernek a hagyatéka. És hogy ki fogja átadni, vagy egyáltalán át fogják-e adni, ez rejtély volt még akkor, hiszen mi is arra készültünk a halálra. 8 hónap. Ült halálra ítéltként. Igen. Amikor átvittek a Csillagba, jött megint egy olyan összeomlásom, hogy bevertem az összes ablakot. Olvastam egy könyvet, bejött a fegyőr kiadni a vizeskannát, és hogy mi volt az arcomon, nem tudom a könyv hatására, csak azt mondja, mit nevet. Én meg ránézek, mondom, ki nevet. Becsapta az ajtót, én meg elborultam, és föl az ágy tetejére, és bevertem az összes tejüvegablakot. Ezek itt vannak még a nyomai, mint itt a karján, a készfején. Készfején. Ömlött a vér, akkor kivittek a körletirodába, hívtak orvost, bekötötte, de én már akkor elkezdtem üvölteni, hogy én vissza akarok menni a kisfokházba. Tényleg visszavittek. De amikor én tudatomhoz értem, benyitott a smasszer, és körülnéztem, mondom, engem innen már egyszer elvittek. Mit keresek itt? Azt mondja, maga akart visszajönni. És mióta vagyok itt? 2 hete. Mondom, és mit csináltam 2 hétig? Altatták. És nem tudok egyetlen egy mozzanatot erről a 2 hétről visszahozni. Hogy etettek, etettek, mit csinál? Semmit nem tudok. Halálra ítéltként milyen érzelmeket tud visszahozni, vagy milyen gondolatokat? Egyszer beadtak egy könyvet, akkor még 4-en voltunk. Márton Erzsi, Bakos Gyuláné, a Salabert Erzsébet, Kati meg én. Kinyílik a tátika, és beadtak egy könyvet. Kapunk könyvet, de 4-en egyet. Én nagyon szeretek olvasni, én gyerekkorom óta könyvmúj voltam. Hát nem nyúltunk hozzá, mert a szolidaritás, ugye? Mit kezdjünk 4-en egy könyvvel? Másnap reggel szólok, hogy szeretnék nevelői kihallgatásra kéreckedni. Azt mondja a smasszer, na jöjjön. Balra volt egy keskeny folyosó, és mindjárt az első ajtó, vasrácsos ajtó, kinyitotta, bal oldalt volt egy falva épített asztal, meg egy szék, szembe a földön a sarokba egy szalmazsák, és oda rálökött. És abban a pillanatban tudtam, hogy a síralomházba vagyok. Elkezdtem üvölteni, ahogy a torkomon kifért, hogy én nem ide kéreckedtem. És egyszer jött vissza a harmad magával, és hozott egy kényszerzubbonyt. Akkor láttam életembe először, és hát 3 ember azért hiába birkózok, be tud húzni a kényszerzubbonyba, hátra a kezem, és akkor leszíjazott. Úgy lökött rá az ágyra, és még belém is rúgott. És én üvöltöttem. És úgy látszik, hogy a Kati meghalhatta, én ezt sokszor végig gondoltam, mert ja, 20 perc múlva még annyi se hozták a Katit, de őt már kényszerzubbonyba. Ott voltunk délig. És akkor délve jött a nevelő, az orvos, meg a smasszer. Kiszedtek a kényszerzubbonyból, fölvitt a nevelő, és mondtam, hogy mit kezdjünk egy könyvvel 4-en. És akkor onnantól kezdve kaptunk be annyi könyvet minden héten, ahányan voltunk. Már csak a Katival voltunk 2-en. Egyszer bekaptuk a Stuart Máriát, elolvastam, de én nem szóltam. Ellenben, amikor Kati olvasta, azt mondja nekem, hogy mit gondolsz? Nekünk is levágják a hajunkat, aki végeznek. Mondom, nem tudom. Tudod mit? Hát majd megmondjuk a bogárnak, hogy vigyázzon a hajunkra, mert most elsüköttünk.
És az a döbbenetes, hogy 89-ben állok a Katisírjánál, valaki oda jön, szintén a gyűjtőbe volt, és azt mondja nekem, hogy azt tudod, hogy az egyik fegyőr, aki ott volt a Kati kivégzésénél, azt mondta, hogy a Kati azt mondta, hogy vigyázz a hajam, de most fésülködött. És mint egy vulkán tört volna fel belőlem, mint egy kötfátyol eltűnt is. Kívülről láttam magunkat élesbe. Végig kísérik az életét, ezektől végig. Nem szabadul. És akkor, mikor mentem az a Dunakeszire, a vonaton írtam meg a verset. A vigyáz a hajamra, hóhér. Csak most fésülködtem. Nem akarok kocosan menni az úr elébe. Vigyáz a hajamra, hóhér. Most nagy útra megyek. Hol megszűnik minden, mi földi. S elhágy az emlékezet. Síes hóér, de vigyázz, a hajamnak ne árts, méltón akarok menni a társaim után. Hosszú útra megyek, hóér, odát várnak már társaim. Értünk közös szent arca, holtunkban is összefűz. Tudtuk, hogy halálra fognak ítélni, megbeszéltük Katival, kimondják az ítéletet. Semmi érzelem, fapofa. Mert igazán az foglalkoztatta az embert, amíg a síralomházban volt, hogyha arra kerül a sor, hogy kivégzik, akkor az ember egyenes gerinccel tudjon menni, szóval tartása legyen a bitóig. Ezt sokszor megbeszéltük a Katival. De a könyv most látom folyhat. Igen, hát az ember a lelkébe hordozza. Nem lehet átadni, csak ha újra átéli az ember, és ezért de bírja, hogy újra és újra átéli. Ezért mondtam azt, hogy végig gondoltam, hogy tulajdonképpen nem bántam volna, fölakasztottak volna. Aztán nem végeztek ki. Még idekint is mondtam, voltak olyan helyzetek, hogy jobb lett volna, ha kivégeztek volna. Aztán rádöbbentem, hogy tulajdonképpen engem életre ítéltek, de ez sokkal keményebb kereszt, és nagyobb kereszt, mert mindig újra át kell élni. Ahhoz, hogy átadjam igazán, amin átmentek ők, ez nem tompul az emberbe. Mindig visszajön, és utána mindig nagyon nehéz ő lelkileg helyre rázódni. Énekeltek is együtt Katival, vagy csak Wittner Máriát nevezték Dalos Pacsirtának? Gyerekkorom óta nagyon szerettem énekelni, én benne voltam a templomi énekkarba is. Ott az Árvaházban, a karmelitáknál, de amit a Tolnaiban énekelt. Énekeltünk is, persze. Sokat a zárkába, hogy fel alá járt az ember, akkor volt nagy száma Bolyongok a város peremén. Úgy forgattam ki, hogy Bolyongok a határ peremén a Szabadföld integet felém. Egyszer három nap sötét zárkát kaptam, lent a pincébe, ilyen vizes volt a fal. Mellettünk volt a kazánház, és egy hapsi a kazános, gondolom, így fütyülte. De olyan hamisan, hogy majd beleörültem a hamis éneklésbe, és akkor elkezdtem énekelni ezt. Elhallgat a fütyülés, a pasas odaoson a zárka elé, és hallgatja. És amikor befejeztem, beszól, hogy még egyszer. Mondom, majd ha adsz cigarettát. És akkor meggyújtotta a cigarettát, és beadta, és három napig cigarettáért énekeltem neki. Bolyongok a város peremén, ahol veled egykor jártam én. Minden arcról mosolyogsz felém, minden sarkon csak te jössz elém. Mégis bánatosan kérdem, hogy látlak újra, várlak újra egyszerén. Hogyha az ember egy kicsit könnyíteni akarta a helyzetén, akkor nagyon kreatívnak kellett lenni, mert azért Kalocsán is nagyon sok szigorítottat leültem, de az abból állt, hogy ugye deszka prics, és egyik nap adtak kenyeret meg vizet, a másik nap meg fél adag kaját. Na most ahhoz, hogy eltöltsem az időmet, kenyérnek a belét kiszedtük, nyálat jó kidolgozni, hogy ne repedjen, amikor az ember szobrászkodik belőle, egy szál csatt.
gyufáfáttal, vagy egy gyufaszállal. Nagyon szép dolgokat csináltam. Hát aztán megtalálta a hép és elvitte, akkor újra mentem a szigorítottra. Sok szigorítottat leültem. Azért is, mert egyszerűen nem bírtam elviselni, hogy bárkivel a környezetembe igazságtalanok. És akkor fölemeltem a szavam. És akkor többnyire én mentem a szigorítottba, mert ugye nekem járt a pofám. Az előadásokon az ilyen élményekről is beszélt, mint ami a Tolnaiban a dalhoz kötődik. A régióra halkaján, falon keresztül beszélgetve énekeltem. Kiderült, hogy vagy ő szerezte a szövegét, vagy a zenét, nem tudom. De nagyon örült ennek a számnak. Darvas Iván volt egy zárkába, és mikor le voltam tiltva a cigarettáról, akkor a Darvas Iván szokott kitenni a WC-nek a samatozójába cigit. Én meg kivettem. Régióra halkan jár, belsejében táncos vár. Mindig táncok jár, és folyton arra vár, hogy álljon meg az óra végre már. Az óra végre már megáll, pár a párra rátalál. Egy édes csók csattan, s a fiú felpattan, feleségül veszlek téged már. Egy forró csók, oly édes volt, de végére jár, mert felhúzták az órát már. Azon gondolkoztam, de biztos, hogy maga is végig gondolta ezt már, Mária, hogy törvényszerű, hogy az élete ide vezetett, hogy így viselkedett 56-ban, hogy így megkeményedett, hogy így küzdött az igazságért, és ilyen leleményes is tudott lenni az életben maradásért. Azok után, hogy szeretetet szinte csak a kedves nővérektől kapott a karmeliták árvaházában, hogy 15 évesen újra visszaküldte a saját anyja az árvaházba. Talán így alakult az életem. Az az igazság, hogy ott szeretetet azért nagyon sokat kaptunk. Az ember mindig vágyott a családra, de akkor, amikor én megismertem az anyámat, mikor államosítottak. 13 éves voltak. Akkor tavasszal a húsvéti szünetben először hazavittek. Szóval én többet vártam egy anya-gyerek első találkozásától. Szerbusz. És adott egy pucit, aztán ment be a nagymamához. Tulajdonképpen ő nem is mondta, hogy az anyám, hanem a hugomtól tudtam meg. Tudod, én a hugod vagyok, meg az anyukánk. Amikor írtam a börtönből, hogy ha már engem nem nevelt, akkor a fiamat nevelje föl, aki végeznek, nem is válaszolt. 55-ben született a fia. Igen, és az igazgatómnak végrendelkeztem végül. Patkos Gyulának, szolnoki gyermek és ifjúságvédőintézet igazgatója volt. Neki köszönhetek mindent. Az, hogy a gyerekem behozták, még mielőtt kivégeznek, ugye, hogy elköszönjek, és utána örökbe adhatja. Aztán nem végeztek ki, és a gyerek ott volt a környezetében. Még 70-ben is, márciusban az utolsó beszélőn jött be a dirim a fiammal. Mondta nekem, hogy ha szabadulsz, akkor ne menj vissza Pestre, hanem gyere le Szolnokra, mert Pesten nem tudlak megvédeni. Nem gondoltam, hogy egy hónap múlva tényleg szabadulunk. Az az emberség, amit én tőle kaptam... Fiával most milyen a kapcsolata? És a másik fiával? Meghalt. Még ez is? Amikor a gazdatüntetés volt akkor. Másnap írtam egy verset róla neki, aztán utána nekiálltam zászlót varni. Mindig azt szoktam mondani, mert kérdezik a barátaim, hogy hogy bírod. Elmondom, gyerekek, ha jó Isten feladatot ad, akkor erőt is ad hozzá. És ezt bírni kell. Aztán majd egyszer elfogy az út, én alulom is, és akkor biztos vagyok benne, hogy lesz, aki kezébe veszi a stafétabotot, és viszi tovább a zászlót, mert nincs csodálatosabb ország, mint a mi országunk, és nincs csodálatosabb, mint a mi anyanyelvünk. Én zászlókat szoktam varni, szeretek zászlót varni, és egy 56-os barátomról írtam, hogy a vén zászlót tartó, Németh Lajos. Kimentek minden nélkül, vitték a hazaszeretetet, a szülőföld szeretetét, és amikor visszajöttek, idősek voltak, megtörtek, már csak a szemük csillogott, de amit kivittek a testükön, Lukasz zászlót,
azt hazahozták, és minden augusztus 20-án, minden ünnepségen ott volt a Lukasz zászló. Oly távol messze van hazám, az volt az, amire nagyon sokan hazajöttek, hogy a Kádár büntetlenséget ígért. Ez csalidal volt, de gyönyörű. Hát a honvágy az biztos, hogy súlyos dolog. Ebbe bele is lehet halni tényleg. Kiszakadt Ausztriába 56 után, és mégis hát ilyen hülye voltam. És most azt mondom, hogy jó, hogy nem mentem ki. Mindenen túl, amin az ember átment. De ahogy figyelem az elmúlt 25 évet, azt mondom, hogy igen, nekem itt kellett maradni, ez volt megírva. Mert nekem emlékezni kell. Nem is hiszem, hogy ezt épp elmélyű ember mondhatja, hogy el kell felejteni. Pedig mondták már egy pár szor, de akkor önmagamat kéne elfelejteni. Vagy fel kellett volna, hogy akasszanak. De még itt vagyok, tudatomnál vagyok, emlékezem, de emlékeztetek is. Ez a feladatom. Nem fogja átérezni, ha a történelem órán tanulnak róla. Az átélés fájdalmát csak azt tudja átadni, aki maga is ott volt, és maga is átélte. Ezért íródott az a vers. A fohász, hogy nagy keresztet tettél a vállamra, uram. És ez tényleg nagy kereszt. Az 50 éves évforduló az egy kegyetlen volt. Megbocsáthatatlan számomra. 2006-ról beszélünk. Igen. Azt mondtam, hogy most a fiatalok, akik ott voltak innen az utcán, ízelítőt kapnak a forradalom leveréséből. És azt mondtam, hogy ezek a világon semmit nem változtak. Azt mondják, meg kell bocsátani. Hát azért ez nem úgy megy, hogy gyere, megbocsátok. Én ezt megfogalmaztam. A hóhér nem tud megbocsátani az áldozatának, de elvárja az áldozata bocsánatát. Nagyon sokszor megkaptam azt, hogy gyűlölködök, nem gyűlölködök. Ez nem gyűlölet. Tudatni akarom már egyszer végre velük, hogy a gyűlölet és a szeretet egy lélekben nem fér meg. Vagy gyűlölök, vagy szeretek. De én szeretek. Szeretem az embereket. És a másik pedig, amikor kimondja az ember az igazat, akkor ne gyűlöletről beszéljenek, hanem a hazugság ellentéte az igazmondás. Én gyerekkoromban azt tanultam, hogy hazudni bűn. Hát ne rejtsék el a bűnöket. Nem hallgatok. Vétkesek közt cinkos, aki néma. És én nem akarok a cinkosok lenni. A sírásra elfelejtettem nagyon hosszú időre. Minél kegyetlenebbül bánnak az emberrel, annál dacosabb. Viszont a jó szótól tudok meghatódni, az emberségtől. Soha nem rendült meg a héte? Mindig megtartotta a jó viszonyát a jó Istennel? Néha lazábban, de mindig megtartottam. Hit nélkül nem megy még az embernek az élete sem. Hiszen mindig azt mondtam, hogy azt a sok megaláztatást, amikor az ember kijött, ezt nem tudta átélni másképp, csak egy belső hittel. Albérletben laktam, tudtam, hogy figyelnek. Akkor az ember befele élt, mert ha kifele éltem volna, akkor újra visszakerültem volna a börtönbe. De eljött az az idő, amire megesküdtem a síralomházba. Mindig
fogunk rájuk emlékezni, mert ők nem haltak meg. Ők itt vannak bennünk, mindegytől egyik. És itt vannak bennünk azok a tizenéves gyerekek is. Minden évben gyújtját Mansfeld Péter sírjánál? Minden évben. Van, amikor nem kint, otthon. Otthon nekem van egy oltárom, szűzanya oltárom. Nagyon szép, és ott gyújtom a gyertyát. A nyakában lógó Mária érem is keresztül. Igen, a kettő együtt. Itt vannak az emberek. Velünk, bennünk, a hitünk is, meg ők is. Visszaemlékszik arra, hogy hányszor nevetett életében önfeledten boldogan? Gyerekkoromban igen. Az apácáknál? Igen, igen. Hát azért az egy szép, boldog gyermekkor volt. Ma is tartunk kapcsolatot velük, és nagyon jól értem a barátok között magam. Tudok önfeledten nevetni, szeretem a viccet. És szoktunk is viccelődni, de ez az október, ez mindig az én nehezebb idő. Itt feltörnek az emlékek. Van egy novellám, a Igazat játszottak, az a címe, és egy 14 éves kisfiú a forradalomban, amikor teljes sorozatot kap a gyerek, és akkor bocsánatot kér a gyerek az apukától, meg az anyukától, hogy elment a torról. És bocsánatot kér, hogy meghal. Szóval ezek annyira megrendítő dolgok, én egyébként is a könyvekkel is így vagyok, és filmek, hogy mindent átélek. Ezért Kalocsán a könyvek nagyon sokat átsegítettek, mert én rengeteg könyvet olvastam állandóan. Amikor búcsúzóul a Fizetek főúr című számot kéri, akkor azzal zárjuk ezt a beszélgetést, hogy úgy érzi, hogy elrontotta az életét? Hát én elrontottam annyiba, hogy az egész fiatalságomat elvették. 33 éves voltam, amikor szabadultam, ez egy krisztusi kor. És amikor visszapergeti az ember az életét, van nekem egy tábla, nagyon szép vésett fába beleírva a lábnyomok, hogy a Jézussal megyünk a tengerpartról, két pár lábnyom van ott, hogy mindig velem van Jézus, és akkor egyszer csak eltűnik az egyik pár lábnyom, és csak egy marad, és akkor szemrehányást tesz az ember, hogy amikor a legnagyobb bajba voltam, akkor magamra hagytál, Uram, mert csak egy pár lábnyomot láttam, és azt mondja Jézus, hogy azért, mert akkor a tenyeremre vettelek. És most már tudom, hogy amikor nagyon-nagyon nehéz volt az ember élete, ez valahogy így van. De ez mellett én nem vagyok egy siránkozós típus. Szeretem a vidámságot. Fizetek főúr, volt egy feketém és egy életem, mit elrontottam én. De így van. Elrontotta az ember, igen, annyiba, hogy én szerettem volna sok gyereket és nagy családot. Ez nem lett. Elvették a legszebb éveimet. De a Jóisten kárpótolt azzal, hogy én most itt vagyok be, és sokszor kértem arra a Jóistent, hogy csak addig éltessen, amíg fölnevelem a kisebbiket, és szakmát adok a kezébe, és elindítom az életbe, de hogy én megélem a 2000 évet, amilyen beteg voltam, hogy egyáltalán nem kerültem tolókocsiba, amikor a gerincemből évek óta ott lévő aknaszilánkokat kivették, és a Jóisten megadta, hogy 4 unokám, a legkisebb is 17. éves. Jóistenem, mert én mindig arra kérem, hogy épp elmével érjen meg a halált, és ne kelljen sokat szenvedni, mert az embernek az egész élete ebből állt. Ha valakit hirtelen viszel, a Jóisten, azt mindig azt szoktam mondani, hogy szerette a Jóisten, nem szenvedett. De azt is tudom, hogy azok az emberek, akik áltottak az országnak és Mária népének, azok a földi életükbe elkezdik a büntetéseket. És a túlvilági büntetés az keményebb lesz. Én hiszem. Nem nekem kell megbocsátani, a Jóistennek a bocsánatát kérjék. És meg kell mondani az igazat. Hát ne rejtsék el a bűnöket. Én is meggyónom, ha bűnös vagyok, és akkor megkapom a feloldozást. De itt még két ember volt. A Posgai Imre volt, aki a Magyarok házába bocsánatot kért 56-ért, és még egy ávós ott a síralomházba, az udvaron, mert én nem mentem be az akasztófához,
Azt mondtam, én oda nem teszem be a lábam. Ja, tehát ez már az emlékhelyi avatás. Az emlékhelyi avatáson, igen. Én ezzel így voltam, hogy én egy akasztófának. Hát nem csináltam volna ilyen emlékhelyet, hát aztán majdnem eljött az az idő, amikor szinte beüzemelték, de minden esetre az 50 éves évforduló az egy kegyetlen volt. És én megmondtam a parlamentbe, felszólaltam, hogy amit tegnap az utcán történt, az egyértelmű a miniszterelnök bűne. Mert ő vett át mindent. Átnyúlt az igazságügy miniszter feje fölött, és átnyúlt mindenki feje fölött. Ő teljhatalmú volt. És ő megmondta, hogy ő élvezi a hatalmat. Én nagyon remélem, hogy amikor ő azt mondta, és azt hittem, hogy rosszul hallok, hogy Szűz Mária levette a kezét az országról, majd most jövünk mi, és akkor azt mondtam, hogy vigyázz, Gyurcsány, nagy lesz a te büntetésed. És nem szoktam szentimentális lenni, de szeretem a hazámat, és aggódom érte. Ezt a hazát, minden négyzetméterét magyar vér borítja. Ne adjunk ki a kezünkbe egy négyzetmétert se. És én hiszem, hogy eljön az az idő, amikor lélekben is és hazában is egymásra fogunk találni. Én ebbe hiszek. Vizetek föl, volt egy feketén, és egy életem, amit elrontottam én. Sietek föl, nincs már sok idő, ám ma éjszaka, akit várok, értem jön. Holnap talán már egy másik főúr jön majd én felé, az égi kávéház teleszáll, így dalolok én. Fizetek főúr, volt ezer remény, és egy életem, amit elrontottam én. A 85 esztendős korában elhunyt Wittner Mária, az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője, korvinközi harcos, az 52A 559-es számú halálra ítélt, szabadságharcos tanúságtevő életét, velünk maradó emlékét idéztük az iménti beszélgetéssel.